olimpiai bajnokokkal. Tehát Gyarmati, Kárpáti, Bolvári, Ambrus, Felkai. Ez egy ilyen hihetetlen csapat volt, úgyhogy én fiatalként ott fantasztikusokat tanultam. Nézem az arcokat közben, Tóth Franki mennyire komoly vagy, Kásási, aztán Kis jön ott a sorban, jellegzetes hatalmas termetével, Benedek, Fodor, Vince Balázs, Tejmet, Molnár, Németh, ugyanaz a csapat, mint a mérkőzések többségén. Az 1997-es Európa-bajnok magyar vízilabda válogatottnak 4 ferencvárosi játékos volt a tagja. Zét fogják meg. 10 másodperc és 32 van hátra a meccsből. Steinmetz, Benedek. Legalább egy kapás lövéssel érdemes lenne megpróbálkozni. Kásás. Hát ő már nem fog lőni, mert lenyomják a víz alá. Gól! Ez az! 7 méteren kívülről! Ez az! Kása! 1,9 másodperc. Európa bajnokok vagyunk! 20 év után! De jó ég! Nem is emlékszem, hogy lett volna Magyarországon egy ilyen nagy dolog, egy ilyen park, szoborpark. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy még nem láttam a szobromat, de most mindjárt hátra megyek és megnézem. Én 5 évesen igazolt zúnoltak engem le a Fradiba. Apu is ott volt, edző. Valahogy nekem a Fradi volt. Foci meccsekre jártam ki. Én fradista vagyok, fradista voltam. Tehát ez olyan dolog, hogy aki ezt nem érzi, ebben nem nőtt bele, az egyszerűen ezt nem tudja, hogy mit jelent. Tény, hogy Magyarországon az embereknek a zöme az FTC-nek drukkol, és nem véletlenül. Sudár, egy forgás kint a szélen, így lesz lövőhelyzete Horkainak, Gerendás, és Horkai nem volt önző, tovább tette Gerendásnak a labdát, Magyarország ezzel a góllal, ezzel a remekül kidolgozott helyzettel 8-4-re vezet Románia ellen. Nem olyan régen tudom, édesapámnak egy feljegyzéséből, ami a kezembe került, hogy a 30-as évek híres tébetűs csatár sorában játszott táncos, eredeti nevén Tencer Mihály, első unokatestvére volt. Tehát a század előre vissza száll az a kezdő időpont, amikor kapcsolatba került a család a Ferencvárossal. Pillanatnyilag mind a két gyermekem, az egyik Barnabás 23-24 éves, másik Ádám fiam, Barnabás a felnőtt válogatottban, Ádám a junior válogatottban. És már mind a ketten a maguk korosztályában Európa-bajnokságot nyertek. Hát az első találkozásom az 1959-re megy vissza, amikor kim voltam még a régi fapályán, egy fa tribűnös pályán egy futballmérkőzésen. Elképesztően megragadott, szóval elképesztő volt a hangulat, ami nagyon megragadott, és attól a naptól kezdve nem is volt soha más csapat, amelyik olyan közel állt volna a szívemhez. És hát ezek után szinte természetes volt, hogy amikor elkezdtem vízilabdázni, bár nem a Fradiba kezdtem, de alig néhány hónap után a Fradiban folytattam. Mint eredmény klubbal egyértelműen az 1977-79-es szuperkupák megnyerése volt a legjobb eredmény, és mint nagyon-nagyon emlékezetes, ami annyit jelentett akkor, hogy Európa legjobb klubcsapata volt a Fradi, és 79-ben pedig történetesen nekem ítélték a legjobb játékos díját, ami akár azt is jelenthette, hogy abban az évben én voltam a legjobb klubjátékos. Mint játékosként nagy élményeim voltak, mert még Kárpáti Gyurival az utolsó évet még együtt játszottam, az Ambrus Miklós még védett, a Bolvári Toncsi még játszott, a Felkai Laci még játszott, tehát az úgymond régi nagy klasszisokkal még egy évet sikerült játszanom. Gyerekkorom óta fradista voltam, a játékos társaim előtte barátaim voltak, a Kássa, az ő, a Stelmetsz Jancsi, így kerültem a Ferencvárosba, bár meg kell mondjam, két csapathoz írtam alá, a Spartakushoz meg a Fradihoz,
ott elkábított a anyagi lehetőség, de a szívemre hallgattam, és a Ferencvárosba jöttem. Wiesner. Csavar, és gól! A Wiesner specialitás bejött, amikor 54 másodperc telt el a második negyedből. Az 1965-ös női kézlabda VB döntőjében az FTC 3 játékosa Elekné Rottermel Anna, Giba Márta és Bognár Erzsébet is kivették részüket az azóta is egyedülálló sikerből. Giba és Bognár bomba góljaival, Elek Potyi pedig szédületes védéseivel. Potyit az újságírók a világ legjobb kapusának választották. Nagyon sok szép évet töltöttem itt a Fradiba el, és most, hogy befejeztem, most azért itt dolgoztam a befejezés, sportpályám befejezése után, itt dolgoztam 15 évig, innen mentem nyugdíjba, és hát akár játékosként, akár munkatársként én itt otthon voltam. Szerettek bennünket, ez tény, és ezt éreztették is velünk, és azt hiszem mi is megháláltuk, mert azt hiszem hoztuk az eredményeket. A bajnokság végén volt a világbajnokság, és utána, amikor hát világbajnokként jöttem én már ide, de egy percet se voltam a Vörös Meteor közért pályáján, már világbajnokság után, tehát én idehoztam ezt a világbajnoki aranyat. 1958-ban én elkezdtem atlétizálni a Ferencvárosba, és meguntam az egyedüli futásokat, úgyhogy gondoltam nővérem unszolására, hogy átpártolok a kézilabdához. Hát nem bántam meg, mert egy nagy szerelem lett belőle, és még a mai napig is ez a varázs nem szűnik meg. Irtozatosan nagy varázsa volt a salakos pályának. Én személy szerint imádtam rajta játszani. Hát a közönség az meg szinte beleunszolta az embert, belehajtotta a győzelembe. El se tudtam volna képzelni azt, hogy én máshol játszom, mint a Ferencvárosba. Ez egy olyan kötődés volt a csapathoz, magához is, meg a Ferencvároshoz is, és olyan jó csapatunk volt, hogy még csak meg se fordult a fejembe az, hogy valaha is elmenjek innen. 15 évig ugye játszottam az NB1-be, végig NB1-be, úgyhogy nekem legtöbbet jelentette. Édesapám nagy Fradi Dukker volt, úgyhogy én ugye a mérkőzésekre nem jártam ki előtte, de otthon már belém oltották a zöld-fehér vért, és hát fantasztikus volt, hogy mindjárt NB2-ből ide a Ferencvárosba és NB1-be kerültem, hát az csodálatos. 79-ben, igen, megnyertük az Európa kupát, és hát az volt mindennek a maximuma. A birkózás az FTC egyik legeredményesebb sportága. Az 50-es évek nagyágyúit sikeresen váltották le az ifjú tehetségek. Komáromi Tibor három világbajnoksága, Balla, Gáspár és Sike aranyérmei bizonyítják az FTC edzőinek kimagaslóan jó munkáját. Ez egy örök szerelem. Itt mehet az ember akárhová. Itt mindig a Fradi jut eszébe, mintha más egyesület, más ember nem létezne, hisz ez a második otthonunk. Ennek a klubnak akármerre mentem, és amikor megtudták azt, hogy én a Fradiba vagyok, mindenki a Ferencvárost ismerte. Ilyen nem is volt olyan ember, aki ezt nem ismerte volna, és pláne különleges elbánásban részesült egy-két birkózva, tudta, hogy a Fradiba birkóznak. Lépnek a klubja, egy 9 kerületnek a klubja tulajdonképpen, és hát a maga közönsége, ezt nem lehet megmondani, hogy ember hogy lett Fradi szurkoló. Abban az időben, amikor én versenyző voltam, fiatal korom első időszakában itt teljesítettem ki. Vidékről fölkerültem 1972-ben a Ferencvárosban, és itt lettem egy nagyon közepes színvonalú birkózóból, világszínvonalú birkózó, és itt tudtam megvalósítani önmagamat, itt tudtam megvalósítani az álmaimat, és hihetetlen jó körülményeket biztosított számomra a Ferencváros, és nagy szeretet övezett a Ferencvárosba, és mindig nagy tisztelettel gondolok a Ferencvárosra. Azért 15 évért, amit itt tölthettem. Azt követően az élet megváltoztatta a helyzetet, úgy hozta a sor, hogy edzőként Kecskemétre kerültem, és azóta is Kecskeméten élek, és két éve pedig a Magyar Birkózó Válogatott Szövetségi Kapitánya vagyok. Nem tudom a mai napig se megmagyarázni,